Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, egyrészt azokat, akik itt személyesen megjelentek a Magvető Caféban, a Partvonal kiadó és a Líra kiadó könyvbemutatóján, és azokat is köszöntöm, akik online figyelnek minket és hallgatják ezt a beszélgetést. A mai este apropója Pós Miklós Csapategység című könyvének a bemutatója, ami tulajdonképpen egy kicsit olyan, mint egy születésnap, minden könyvbemutató olyan, de ez különösen, én megnéztem, mielőtt eljöttem erre az eseményre, hogy január 13-án kaptam meg a kéziratot, ez 9 hónap, úgyhogy ez pontosan olyan, mint egy gyerek születése. És én Korencsi Márta vagyok, a Partvonal kiadó főszerkesztője. Sok szeretettel köszöntöm a beszélgetőtársakat. Én csak a bevezetőt fogom tartani. Nagyon örülök annak, hogy a vendégeink elfogadták a meghívást, úgyhogy köszöntöm Gundel Takács Gábort. Ő fogja moderálni a beszélgetést. Köszöntöm Andrus József válogatott labdarúgót, és természetesen a szerzőt is. Amikor megkap a kiadó egy kéziratot, akkor azt egy csapat dönti el, hogy vállaljuk-e a kiadást, vagy sem. És én emlékszem, amikor először belenéztem a kéziratba, akkor ott a gyomrom mélyén éreztem, hogy igen, ez jó lesz, ez nekünk való. A Partvonal kiadó egyébként széles olvasó közönségnek keres olvasmányokat, ismeretterjesztést, szórakoztatást, és hát ez a kiadvány, ez pont a partvonalán van mind a kettőnek, mert van benne ismeretterjesztés is, de szórakoztat is. Nekem sportol a nagyfiam, úgyhogy szülőként is éreztem, hogy ez a téma ez érdekes lehet, illetve hát az a szakmai tudás, ami Miklósból jön, az is ott van ebben a könyvben, és hát pont ezért végül is az én csapatom, a Partvonal kiadó csapata is úgy döntött, hogy kiadjuk ezt a könyvet, mert ez nagyon sok emberhez szólhat. Szólhat edzőknek, szólhat szülőknek, szólhat sportolóknak, és mindenkinek, akit érdekel a foci, akit érdekel, hogy hogyan működik egy csapat. Főszerkesztőként az én dolgom az az volt, hogy ezt a könyvet tulajdonképpen eljutassam a nyomdába. Tehát terveztünk borítót, írtuk a fülszöveget, kicsit változtattunk a belső szövegen, bár meg kell, hogy mondjam, minden kiadónak ilyen szerzőt kívánok, mint Miklós, mert egyrészt maga a kézirat is nagyon, nagyon jó állapotban volt, már lektorálták, többen átolvasták, és hát nagyon könnyű volt vele együtt dolgozni, úgyhogy igazából az én csapatom már megcsinálta, ami a dolga volt, itt van ez a gyönyörű szép könyv, úgyhogy most át is adom igazából a szót annak a csapatnak, aki ezt a könyvet bemutatja, és remélem, hogy nagyon sokukhoz eljut. Online is rendelhető a könyv, a könyvesboltokban is kapható már, illetve itt az eseményen is 15% kedvezménnyel megvásárolható. Úgyhogy nagyon jó szórakozást, köszönöm, hogy eljöttek erre a születésnapra, és akkor már is odaadom a mikrofont a szerzőnek. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Óhatatlanul is fogunk beszélgetni futballról. Úgyhogy tehát erre készüljenek föl azok, akik hallgatják ezt a beszélgetést, de persze fogunk beszélni mentalitásról, egy csomó olyan mindenről, ami viszont a futballon kívül is kell, hogy meglegyen az emberekben. És ugye a sport az maga az élet, szokták mondani, és ez így is van, ráadásul eszenciálisan, sokkal sűrítettebben, mint magában az életben, és bizony minden, ami a sportban előfordul, azt át lehet vinni az életünk más területeire is. És ugye azt gondolom, hogy ilyen szempontból is érdekes egyrészt elolvasni ezt a könyvet, másrészt beszélgetni egy kicsit. Talán Miklós nem sérte meg, azt mondom, hogy Andrus Józsefet többen ismerik, 5-szörös válogatott labdarúgó, 3-szoros magyar bajnok, magyar kupa győztes, és hát nem csak labdarúgó, hanem edző is jelenleg. Ugye több klubban is, ha jól gondolom, akkor a Diós Győrből ismeritek egymást. Igen. Igen. Jelenleg az Újpest kapus edzője, vagy tehát pillanatilag is ott vagy a Rivalda fényben. De talán Miklósról a széles közvélemény, remélem nem bántalak meg, azt mondom, hogy kevesebbet tud. Ráadásul most itt a beszélgetés előtt elárultad nekem, hogy 5 évvel ezelőtt még semmi között nem volt a sporthoz. Szóval mit tudjunk rólad, ki Pós Miklós, miért foglalkozol pszichológiával, mentális felkészítéssel, stb. És hogy jutottál a sporthoz? Ez egy hosszú és kaskaringós út, vagy út volt, de azt gondolom, hogy itt a sportban talán megtaláltam azt a helyet, ahol tényleg otthon vagyok. Én a versenyszférában jövök, közgazdász diplomával, tehát tulajdonképpen a versenyszférában dolgoztam, és éltem, és mozogtam jó sok évig. Ami abban a szempontból ugye segített a sporthoz, hogy ugye a teljesítménnyel kapcsolatban, hogy ott máshol se szólt a dolog, csak hogy mi az eredmény, és mikor tudod elérni. De egy picit azt éreztem, hogy ez így kevés nekem, meg nem annyira ezt szerettem volna csinálni, úgyhogy tanultam a másik oldalról is
sok mindent. Ennek a legfőbb pillér a Sotén a mentálhigiéné képzés volt, ami az életem legjobb képzése, amiben részt vettem, és utána erre tanultam még nagyon sok mindent, és átültem a tanácsadó oldalra, és multicégeknél dolgoztam leginkább csapatokkal. Tehát a multi közegben is több száz csapattal dolgoztam, még azelőtt, mielőtt a sporthoz bármi közöm lett volna, és mondanám, hogy egy szerencsés véletlen kapcsán kerültem a sporthoz közelebb. A mostani anyósomnak köszönhetem tulajdonképpen, aki akkor még nem volt az anyósom, de hogy elnyerte. De hogy elnyerte ezt a címet, de hogy tulajdonképpen ő az, aki fölhívott, hogy őt megkeresték a Diósgyőrből, hogy bajban van a nagy csapat, és hogy ő azt gondolja, hogy én tudnék talán neki a legjobban segíteni, és akkor szót követett, és belecsöppentem, teljesen szűzként, tehát fogalmam nem volt arról, hogy mi az, hogy védő, mi az, hogy középpályás, hogy semmit nem tudtam erről a sportról. De tudom mondani szokás, hogy ő szűzkéz nyert, tehát valahogy úgy alakult akkor, hogy tudtam egy olyan impulzust adni a csapatnak, hogy elkezdtek hinni abban, amit csinálok. És akkor egy időszak ilyen ott is vagyok, nem is vagyok dolog után, aztán egy Fernando nevű edző alatt úgy szegődtem oda, hogy akkor abszolút a stáb részeként tudtam már dolgozni. Mert ez az edző, ugye Spanyolországból érkezett emberről beszélünk, ő azt tudta, hogy kell egy mentáltréner egy csapat mellé. Igen, tehát ő dolgozott is több mentáltréner ugye még a La Ligában, amikor ott volt játékos, de hogy ez egy ilyen összteljesítmény. Úgy mondanám azt, hogy ő is tudta, de azért volt ráhatás is, tehát hogy ugye ez a csapat munka, és hogy... Uh-huh. És hogy egyébként a bennem lévő kisördög megszólalt, mert amikor említetted, hogy az anyósod, Fekete Zsuzsa, aki a református egyháznak a kommunikációs vezetője, tehát akkor a Diósgyőrnek nem a református egyházra volt szüksége, hanem egy mentáltrénerre. Végül is az is jó. Na most, hogy ez miért nagy dolog, és ugye a Miklós említi, hogy ez a Fernando nevű ember mondta, hogy kéne egy ilyen mentáltréner, hogy... Az hagyja, hogy még ma sincs minden klubnál. Nyilván a sportolók inkább talán egyénileg mennek mentáltrénerhez vagy pszichológushoz. De például amiben te fölnőttél, Józsi, az a futball közeg, hát az aztán nem úgy mentáltréner, de még igazából pedagógiai képességeik sem nagyon voltak az edzőknek, és ezt nem bántásból mondom, csak akkor ez volt a futballkultúra. Tudsz egy picit arról beszélni röviden, hogy mihez képest jutott el a mondjuk a Diósgyőrödre, hogy van már egy mentáltrénere? Hát igen, ahonnan... Ez az egész dolog elindult, ez úgy állt föl, hogy volt egy vezetőedző, az általában ez a 80-as évekről beszélünk, egyik kezében volt egy ostorra, a másik kezében mézes madzag, előn húzta a mézes madzagot, hátul csapkodta a hátunkat ostorral. Ő volt az, aki mindenhez is értett. Mellette volt egy vagy két pályaedző, és nagyjából ez volt a team. Amit ez a vezetőedző döntött, azt nem kérdőjelezte meg senki. Ez egy másik világ volt, egy másik kultúra. Ma jelentős változások vannak ebben. Akkor futballista, abban az időben két kézzel kapaszkodott abba a lehetőségbe, hogy ő kiemelkedhet a többi átlag ember, futballista, vagy dolgozó. A szocializmusban éltünk. Igen, a szocializmusban éltünk. Ez egy kitörési lehetőség volt. Kitörési lehetőség volt. Volt a vezetőedző, és ő volt egyben a csapatnak a pszichológusa is, ami nagyjából úgy működött, hogy ha volt eredmény, akkor megsimogatta a fejedet, és elintézett egy kis pénzt, hogyha kikaptál, akkor megrugdosta a fenekedet, és aki nem úgy játszott, az kirúgta a csapatból, hozott helyett a másikat. Tehát a mai futballban a játékosok azok különálló intézmények szinte, tehát a jó futballistának sokkal nagyobb értéke van ma már, mint a mi időnkben volt. Akkor csapatnak volt ereje, ma az egyéni játékosoknak sokkal nagyobb ereje van, mint a vezetőedzőknek. Pedig Miklós, pont az a dolga, hogy ezekből az egyénekből és a csoportból, néhány egyénnek a sokasságából csapatot a szó nemes értelmében gyúrjon. Ugye az ember megpróbál elképzelni, hogy hogy dolgozik egy mentáltréner egy csapattal, és akkor nagyon hamar rájön, hogy nem tudja. Tehát mennyit vagy ott? Beengednek-e az öltözőben?
csinálsz ilyen csapatépítő tréningeket, ahol lángos edőverseny van, és közösen nevetett. Ez hogy, hogy van ez a gyakorlatban? Köszönöm az ötletet, lehet, hogy megfogadom. Ez az építőtábori. Igen, a lángos. Az acskos kakaóivás és a lekváros lángos. Ugye viszonylag sok csapatot ismerek nemzetközi szinten is, hogy hol dolgozik mentáltréner, hol nem, hol mit csinálnak. Nagyon sok olyan csapat van, ahol amit megenged mondjuk a vezetőedző vagy egy sportigazgató, az az, hogy néhány játékossal egyéniben dolgozzon egy mondjuk egy sportpszichológus. Az én alapvetésem az, és az én tapasztalatom az, hogy ha egy csapatnak a teljesítményén szeretnék javítani, akkor a csapattal kell dolgozni. Elsősorban. Nagyon sok személyes élményem van, dolgozom egyéni futballistákkal például, és van olyan élményem, hogy segítek mondjuk egy csatárnak abban, hogy jobb legyen, és hogy több gólt tudjon rúgni, hogy jó felé pattanjon a labda, amerre kell, de hogy én őt valóban fejlesztem, de nekem meggyőződésem az, hogyha a csapattal nem foglalkozom, akkor ő valaki más kárára fog több gólt rúgni a meccseken. Tehát nem az egész csapatnak fog emelkedni a színvonala. Egyébként a leghatékonyabban úgy lehet dolgozni a csapattal, hogyha része vagyok a stábnak, mert hogy a vezetőedző nélkül és az ő hite nélkül abban, amit csinálok, igazából nincs eredmény, és nincs is értelme ennek. Ezt nagyon sok edző is elmondta nekem, hogy... Te például ott vagy az edzéseken, ott vagy a mérkőzéseken mindig? Ugye én már egy picit, tehát vagyok is, meg nem is, ugye most már egy más szinten dolgozom, tehát nekem vannak ugye sportpszichológus, mentáltréner kollégáim, akikkel ugye most például a teljes DVTK-nak ezt a mentális fejlesztés részlegét építjük, de hogy azt mondom, hogy amit csináltam mondjuk a Fernando alatt, abszolút ott voltam. Tehát ez egy 0-24-es munka, mert ugye a sportvilága az olyan, hogy ott nem kapok e-mailt, meg nem hívnak telefonon, ott jelen kell lenni. És ha valaki nincs jelen, akkor kimarad. Tehát akár egy-két órát, hogyha valaki kimarad, akkor olyan dolgok tudnak történni a csapatban, vagy a csapat körül, amit nekem tudnom kell. Most a könyvet olvasva támadt egy olyan érzésem, hogy a csapatot tulajdonképpen egy személyiségként kezeled. Tehát mint hogyha az egy ember lenne a jó és rossz tulajdonságokkal, harmóniával, diszharmóniával. Ezt jól látom, hogy körülbelül így ilyen a megközelítés? Ez egy jó analógia, ezt abszolút egyet tudok ezzel érteni. Igen. Józsi, te belülről ugye edzőként hogy látod, hogy örültök annak, vagy örülnétek, nem tudom, hogy az Újpestnél van-e ilyen állandóan ott lévő mentát, nincs? Nincs. Hát mondjuk ott sok minden nincs, de mindegy, ennyit. De hogy általában elfogadják, hogy ott serteperté valaki, aki nem tudja pontosan mit csinál, ő a mentáltréner, jelentsen ez bármit, és akkor folyton ott van, időnként útban, ráadásul majdnem 2 méter, tehát ki kell kerülni, szóval ezek ilyen, vagy hogy van ez ma a mai futballban, mennyire fogadják el? Hát vezetőedző függő a dolog. A Miklós ezt viszonylag gyorsan elfogadták Diósgyőrben, mert kiderült róla, hogy amit csinál, ahhoz ért. Azt tudni kell a vezetőedzőkről, hogy ez egy bizonytalan állás. Sose tudod, hogy a következő héten még te vagy a vezetőedző, vagy sem. Mert függsz a tulajdonosoktól, a játékosoktól, természetesen az eredményességtől. Ezért a vezetőedzők egy picit mindenkire olyan, aki mielőtt mélyen beépül a stábba, picit ilyen fél szemmel gyanúsan nézegetnek, hogy ez most, ami itt történik, mert ez egy zárt közösség, az öltöző is, az edzői öltöző is, ami itt történik, az kikerül-e innen, tehát az eleje az nagyon nehéz. Miután kiderül róla, hogy lojális, érti is a szakmáját, eredményesen van ráhatása a csapatra, akkor szép lassan rájuk elkezd támaszkodni a vezetőt. De ez nem csak a pszichológusra igaz, ez igaz a kapusedzőre, ez igaz a pályaedzőre, a gyúróra, a egészségügyi stábra. Tehát gyakorlatilag ez egy folyamat. Ugye ez a Miki az kívülről került be a DVTK-hoz is, és viszonylag a Fernandóval elég gyorsan zöldágra vergődött, meg kiderült róla, hogy amit csinál, az jó. Még annyit hagyd tegyek hozzá, hogy mi kell a sikerhez, és ugye klasszikusan ugye a futballban is ezt a 4 pillért szokták emlegetni, hogy taktikailag rendben legyen a csapat, technikailag megfelelően játékosok legyenek az adott poszton, ugye legyen egy erőnlét, ami megfelelő ahhoz, hogy ne csak 60 percet tudjon valaki játszani, hanem mondjuk 95-öt, és ugye a negyedik a mentális. És az első három az szerintem nagyon specifikus tudást igényel, és egy meghatározott ugye szakemberhez tartozik ez a funkció. A mentális az egy kivétel, mert hogy én azt gondolom, hogy bárki, aki akármilyen szinten kapcsolatba kerül egy játékossal, neki van dolga ezen a
téren. És hogy a játékosok ugye teljes szakmai stábbal, egymással, egy tágabb értelembe vett klubkultúrával, mindenkivel kapcsolatban vannak. Tehát adott esetben mondjuk egy olyan történik, hogy egy játékosan mondjuk dolgozik a vezetőedzővel, de mondjuk a masternek mond el olyan dolgokat, ami fontos ebből a szempontból, és a masternek nem az a dolga, hogy ezt visszamondja nekem, hanem hogy a saját hatáskörén belül valahogy ezt jól tudja kezelni. Tehát nekem dolgom van azzal is, hogy mondjuk a mastert megtanítsam arra, hogyha ilyen meg ilyen helyzetbe kerül, akkor neki ezzel mit kell csinálni. Hát igen, mert minden masszírozás nem, már tényleg nem áll a szót, nem? Hát a masször szobában ott nagyon érdekes dolgok történnek egyébként. Most azt írtad a könyvben, hogy... Sose voltam ott, tehát. Ugye persze ez egy ilyen bizalmi viszony egyébként a masször, meg a fodrász, meg mit tudom én, főleg a hölgyeknél ott a búr alatt, ott nagyon nagy dolgok tudnak történni. Na mindegy. Ugye azt írtad a könyvben, hogy... A csapaton belüli csapatdinamika, csoportdinamikai dolgok, azok leginkább az öltözőben dőlnek el. Nem a pályán, nem az edzésen, hanem az öltözőben, ahova az edző is csak akkor megy be, amikor taktikai utasítás, stb. De igazából az, hogy ki a kakas a szemétdombon, és kinek hol van a helye a hierarchiában, az az öltözőben dől el. Ugyanakkor oda te sem mehetsz be. Nem? Akkor ez most, hogy, vagy ha bemehetsz, akkor másképp beszélnek egymással. Szóval nem, ez hogy tudod ezt kontrollálni, hogy tud, hogy hol tart a csapatdinamika? Vagy te leveszed egyébként a különféle jelekből, nem muszáj bent lenni? Az öltözőben, és javíts ki Józsi, rosszul mondom, az öltözőben ott tehát lehet bemenni, nyilván, tehát bemegyünk, kijövünk, de elsődlegesen a játékosok vannak benn, és a játékosok közti történések azok mind ott. És ott nem is nagyon szeretnek oda mást úgy beengedni, ez egy ilyen intim közeg. Így van, azért persze be lehet menni, csak amikor bemész, akkor hirtelen egy csönd lesz. Így van, vagy megváltozik a kommunikáció. Igen. De tudok sok edzőt, aki úgy megy be, hogy ne lássák, hogy bement, megy, és figyeli, hogy mi történik ott, ami nem biztos, hogy jó, de hogy van ilyen, mert pont azért van ilyen, mert hogy fontos dolgok történnek ott. Tehát, hogy onnan tudom egyrészt, hogy mivel jobban vagyok játékosokkal egyéni szinten, ezért ugye elmondják, hogy éppen aktuálisan mi történt. Azoktól az emberektől tudok információt, ugye, akik viszont benn vannak, mondjuk például a szőrök, mint az előbb mondtuk. Tehát, hogy eljutnak az infók, illetve amikor dolgozom csoporttal, akkor ott nem tudják letagadni azt, hogy mi van bennük. Mert nagyon sok olyan módszer van, hogy egész egyszerűen nem tudnak máshogy viselkedni, mint ahogy viselkednek egymással. A vezetőedzők nem nagyon járnak be az öltözőbe. Azt nem nagyon... Nincs kitiltva természetesen, de van egyfajta hierarchia, őket nem szívesen látják ugye egyébként az öltözőben. Hát, hogy a masszörök mindig ott vannak, ugye eleve ez egy ilyen bizalmi viszony, fekszel a masszörpadon messzelenül a gyúr, tehát ez egy egészen más közeg. És de bejár például a kapusedző. Az gond nélkül bejárhat, az idézőbe teszem sok időzéjelbe, haverkodhat, megtudhat magánbeszélgetéseket, jópofáskodhat. Tehát azt sokkal jobban elfogadják. Általában van két pályaedző, két segédedzője a vezetőedzőnek. Abból is az egyiket ezt úgy, ahogy befogadják, azzal, hogy kommunikálnak. Úgyhogy van egy ilyen hierarchia, a vezetőedzőnek nem nagyon van helye a csapat öltözőjében. Viszont ezeken az embereken keresztül kialakul egy kép a csapatról. Teljesen egyértelműen látható hierarchiája van egy öltözőnek, ki a vezető. Ahol nincs ez a hierarchia, ott baj van. Tehát az a jó öltöző, ahol van a kakas, egy vagy két erős ember, azok, ha ezek egy irányba húznak, akkor megvan az öltöző, akkor jó irányba lehet terelni. Ha nincs kakas, hanem sok kis csoport van, akkor jöhet a Miki. Már pedig sokszor mostanában azért simán kialakulnak, mert ugye vannak a külföldiek, meg a magyarok, és akkor a külföldien belül vannak a jugoszlávok, meg vannak az afrikaiak, meg mit tudom, esetleg a Diózsérben volt egy ilyen spanyol korszak, szóval ez egy alapvetően meg, nehéz. Meg ugye vannak azok, akik a kispadon ülnek, tehát az egy óriási ellenálló csoport általában, vagy nagyon sokszor. Meg ugye ami még probléma lehet, hogy ki vannak osztva szerepek hivatalosan, tehát mondjuk csapatkapitány 1-2-3, és az informális sorrend az nem biztos, hogy ugyanaz, mint ami ki van osztva. Tehát lehet, hogy valaki sokkal erősebb, mint mondjuk egy csapatkapitányi karszalaggal bíró játékos, és akkor ebből aztán nagyon sokféle probléma tud alakulni. Gondolom, hogy a te munkád az részben egyéni, tehát egyénekkel is beszélgetsz, illetőleg gondolom vannak csapat
gyakorlatok, vagy valami csapatkohéziót erősítő dolgok? Egyénekkel beszélgetek, egyénekkel leginkább akkor szoktam dolgozni, tehát nekem a beszélgetés az, hogy információt gyűjtök arról, hogy mi történik, de amikor én azt mondom, hogy mint mentáltréner dolgozom egy játékossal, az igazából szinte csak olyan alkalmakkor szokott történni, vagy annak van értelme, amikor neki valami személyes jellegű problémája van. Tehát vagy a családban van valami, tehát olyan, amikor valahogy vissza kell hozni az embert a pályára, meg a fókuszát a sportba. Ha nem ilyenről van szó, akkor mindig minimum csapategységgel kell dolgozni. Tehát vagy egy meghatározott maggal, vagy egy csapategységgel, mondjuk csak a csatárokkal. Tehát olyan, hogy egyéniben dolgozom, nagyon ritka. És az megtörténhet, te odáig elmehetsz, hogy a vezetőedzővel is dolgozol, és mondjuk azt mondod neki, hogy figyelj, a hétvégén ne számítsál az XY játékosra, mert lelkileg toprongy, megcsalta az asszony, megdöglött a kutya, és a gyerek is egyest kapott matematikából, hogy most inkább jobb volna őt egy kicsit, tehát ilyen ez előbb megtörténik? Persze, sőt. Tehát ugye a csapategység, tehát ugye nagyon sok elem van ebben a rendszerben, és hogy az edzőstáb is, tehát egy abszolút meghatározó része ennek, az edzőstábnak azért én ugye a vezetőedző van, tehát hogy nekem adott esetben a vezetőedzővel, a stábtagokkal, sőt még a tágabb értelemben vett olyan emberekkel is, akik kapcsolatban vannak a klub, a csapattal, tehát mondjuk sportigazgató teljesen. Tehát attól függ, hogy az adott csapatnak a teljesítményét mennyire érzem, tehát hol érzem a hiányt. Uh-huh. És nekem ugye ott kell beavatkozni. Ez a mai magyar futballban miért terjed el ilyen lassan? Nem tudom, hogy melyik ötök tudja, van-e rá számadat, hogy ma hány klubnál dolgozik mentáltréner. Tegyük hozzá egyébként, hogy nem csak a futballról van szó, hanem a teljes DVTK-ról, ami azért sok-sok szakosztály. Tehát nem csak a futballra jellemző ez, de mondjuk a magyar futballban lévő Józsi onnan jön, hogy hány klubnál van még hasonló típusú mentáltréner? Aki olyan szinten a csapat mellett van, hogy mert az egyes játékosokból nagyon soknak van személyes pszichológusa, de olyan mentáltréner, aki megmondhatja az edzőnek, hogy nem kéne beállítani a Kovács 2-t, olyan azért, hát abból mennyi van? Hát ez szerintem 2-3 helyen maximum. Tehát névlegesen több csapatnál van pszichológus, de érdemi ráhatása a folyamatukra, ténylegesen úgy belelásson ebbe a csapategység alakulásba, dinamikába, abból nagyon kevés van. És ez elsősorban a vezetőedzőknek, amivel kezdtem is a beszélgetést, azoknak a félelme. Mi kerül ki innen az öltözőből? Mi kiderülhet rólam, hogy nem is vagyok annyira jó edző? Kiderülhet rólam, hogy nem is tudok úgy hatni a játékosokra? Tehát egyfajta ilyen önbizalomhiányból fakadó félelem, illetve mivel egy iszonyatosan labilis szék az a vezetőedzői szék, tehát hogyha kikapsz egy mérkőzésen, és a tulajdonos az éppen rossz napja van, és úgy ítéli meg, hogy hát ott ez jó, hát ez nek fogalma nincsen, hétfő reggel meg ki vagy rúgva. Tehát nem, nincs olyan folyamata, mint egy nagy vállalatnál, ahol sokszor kell hibáznod, vagy többször kell hibáznod. A futballban az a nagyon nehéz, hogy gyakorlatilag minden egyes nap megmérettetnek. Nokdácsi, a tulajdonos megkérdezi a véleményedet? Meg szokta kérdezni, igen. De én azt gondolom egyébként, hogy az egész, hogy kell mentált, és tényleg nem kell, benn kell legyen az öltözőben, meg a stáb része kell legyen, vagy nem. Ez attól is függ, hogy milyen a filozófiája az adott edzőnek, ahogy te is mondod, de hogy a mai modern futballban ahhoz, hogy fejlődik a futball, és Magyarországon is azért látványosan fejlődik a futball, évről évre erősebb, ez egy nagyon összetett dolog, és vagy ideje nem lehet egy vezetőedzőnek arra, hogy mindenre legyen, vagy szaktudása nem lehet minden egyes területre. Tehát én azt gondolom, hogy ahogy a futball minősége változik, egyre inkább kellenek azok a szereplők, akik szakértők az adott területen, amivel fog. Tehát én nem gondolom, hogy ez nagyon hosszú távon kikerülhető. Ugyanakkor a másik oldalra is tudok mondani, tehát van olyan nagy nemzetközi klub, ahol teljesen minimális stábban dolgoznak, és ott vannak mondjuk a Bundesliga, mit tudom én, mondjuk középcsapata. Igen, egyébként a dolog másik oldala, hogy a nagy eredményeket elérő brit klubokból, vagy német klubokból kerül át a rendszer szép lassan szivárogva, szerintem, mint a magyar futballban is, és mivel a Liverpoolnál, vagy a Manchester Unitednél, vagy ilyen top csapatoknál 25-30 fős stábbal dolgoznak, tehát külön edzője van a bedobásoknak, a szögletrúgásoknak, 3 videó elemző, el sem tudom mondani hányféle plusz szakember, tehát ott normál része a stábnak.
és mi ezt fogjuk lekövetni, tehát nem tudunk kitérni előle, mi nem mondhatjuk azt, hogy mint a mi időnkben, hogy nincs kapusedző például, legyen egy vezetőedző, meg egy pályaedző, ez a stáb. Nem ebbe az irányba megy a futball. A futball szakterületeknek, a specialistáinak a alkalmazása irányában megy. Nem tudunk kibújni alóla. Még nem ott tartunk, az eredményeink sem ott tartanak még, de hát előbb-utóbb szerintem erre az útra lépünk mi is. És azt is gondolom, hogy ha a magyar sportot nézem, szerintem a futball a magyar sporton belül is le van maradva ezen a területen. Tehát nagyon sok olyan csapatsportot is tudok, ahol már réges-réges régóta van mentális felkészítő a csapat mellett. Most ugye eddig folyamatosan csapatról beszéltünk, de hogy a könyvedből is kiderül, és érsz is róla részletesen, azért itt inkább több helye van ennek a hagymának. Csapat, klub, és akkor ha még a szurkolókat is beleveszem, akkor tulajdonképpen itt már van egy klubfilozófia, van egy identitás, stb., aminek a csapatnak is meg kell felelnie. Tehát például a Diósgyőrnek ismerjük jól az identitását, még a Verébék, Salamonék idejéből, és tulajdonképpen azt az identitást várja vissza mindenki, azt az identitást szeretné látni a szurkoló, most is, amikor már olyanok játszanak meg külföldiek, akik föl se tudják már sorolni azt a csapatot. De erre neked ugye rá kell érezni, vagy nem is. Tehát ezt neked nagyon-nagyon kell tudni, hogy mit vár el a szurkoló, mi az identitás, mi az a filozófia, ami mellé mentén szerveződnie kell ennek az egész csapat mentális építkezésnek. A szurkoló is fontos szereplő, de ugye az én munkám szempontjából ugye nem a szurkoló az elsődleges, hanem az, hogy akik az eredmény szempontjából benne vannak a rendszerben, ők legyenek mindig inkább egységben. Világos, csak a szurkoló az, aki például, vagy többek között a szurkoló az, aki megtestesíti azt a filozófiát. Az identitást. Igen. Ebből a szempontból ugye az, hogy van egy klubidentitás, ehhez mondjuk mennyire illeszkedik az a csapat, vagy mondjuk az a játék struktúra, amit képviselnek. Visszatérve mondjuk a Fernándós korszakra, ugye a Fernándó ilyen rövid passzos spanyol futballt játszott a játékosokkal, ami teljesen életidegen volt Diósgyőrben. Ettől még se a Diósgyőrrel is baj, se a rövid passzos spanyol futballal. Tehát, hogy, és ugye a harmadik elem pedig ugye az, hogy az a játékos áranya, ami ugye ki van választva, abból a büdzséből, ő alkalmas arra a játékra, amire ugye kerestük őket. Tehát, hogy... De magyarán szóval, te azt mondtad, hogy 5 éve még se, tehát azt se tudtad, mi a futball, eszik-e vagy isszák, és ehhez képest akkor úgy kezdődött a munkát, hogy megtanultad, hogy mi ez a Diósgyőr? Elolvastad az annál leszeket, a könyveket, a leírásokat, hogy mi az az identitás, ami mentén neked aztán majd irányba kell állítani a dolgot? Hát ez a learning by doing, tehát nyilván minél több emberrel beszélek, és az nem csak az, hogy kifelé mit hirdet egy klub, hanem nyilván belépek az ajtón, és valamit érzek. Tehát például az mennyire van egységben, hogy valamit egy közeg mennyire, mi a PR része, és mi az, ami ténylegesen ott zajlik. Józsi, te nem is tudom hirtelen, hogy hány csapatban játszottál, de ugye újpestes volt, ott nevelkedtél, Honvéddal nyertél 3 bajnoki címet, voltál Vasasos is, ugye edzőként dolgoztál több klubban is, nyilván belülről láttad ezeknek a kluboknak a saját arculatát, identitását, stb. Ez valóban ennyire jól érzékelhető, és ennyire fontos, hogy arra az identitásra ráhangolódjon az, aki akár játékosként, akár vezetőként, szakemberként belekerül ebbe? Ez roppant fontos. Tehát például mondjuk Újpesten nem vehetsz föl zöld futballcipőt, nem vehetsz föl zöld pólót. Mert ugye az Újpest és a Fradi azok gyilkos ellenségek, tehát ilyen szinten komolyan kell venni. Tehát ha fölveszel zöld futballcipőt, és a szurkolók elé mész melegíteni, akkor leüvöltik a fejedet. Tehát ezek, vagy Diósgyőr ugye arról volt híres, hogy vasgyári csapat, rúgjunk bele mindenkibe, és akkor majd megijednek, és megnyerjük a mérkőzést. Ez volt ma már nem erről szól alapvetően. A szurkolók szeretnék ezt látni, de ez ma már nem lehet eredményt elérni. Tehát, de maga a klubnak az identitása az, ami a fejekben megvan. Ez Miki jól mondja, hogy ez nem biztos, hogy azt fogod visszakapni, ami az emberek fejében van. De ami a fejekben megvan arról a klubról, az teljesen lejön. Most ugye beszéltünk arról az elején, hogy a sport tulajdonképpen leképezi az életet. És minden, amit a sportból megtanulunk, az adaptálható az élet más területein is. De talán egyszerű, de mégsem olyan egyszerű a kérdés, hogy miben más egy vállalati csapat, meg egy sportcsapat? És miben más egy átlag vállalati dolgozó, meg egy sportoló? Hát a legnagyobb különbség az, hogy a sportban ugye a csúcs teljesítményt várnak,
A vállalatnál meg egy folyamatos jó teljesítmény. És a kettő között óriási különbség van. Tehát mondjuk egy vállalati közegben tartunk egy csapatépítést, és akkor a következőt majd fél év múlva. Mert hogy addig az kitart, addig az elég, és akkor mindenki tudja tenni a dolgát. Mondjuk a futballban, vagy a versenysportban legalább ugye hetente játszunk egy tétmeccset, de van, hogy két tétmeccset játszunk egy héten, és ott nem elég csak úgy viszonylag jó játszani, mert hogy győzni kell, és a másik csapat is győzni akar. Tehát, hogy csúcs teljesítményt kell elérni minden héten legalább egyszer, de lehet, hogy kétszer. Tehát ez óriási különbség. A másik nagyon nagy különbség az időkben rejlik, tehát hogy mennyi időn van együtt dolgozni a csapattal. A vállalati közegben, amikor 30 éve ez így elindult Magyarországon, akkor ilyen 5-6-7 napokra elvonultak a csapatok valahova az erdő közepére, és akkor ott nézték a köldöküket. Most már, ami van, tényleg ilyen 1-2 napok vannak, tehát az is lerövidült, és sokkal hatékonyabbnak kell lenni abban az időben, mint előtte. De a sportban nincs ennyi idő se, tehát én nem tudom egy napra kivenni a csapatot, csak azért, hogy pszichológiával foglalkozzunk, tehát mondjuk ki tudom venni fél órára. Mondjuk egy héten. Tehát, hogy, és ugye az elvárás ott van, tehát ugyanaz az elvárás egyébként, csak nekem fél órán van rá. Tehát ezért nagyon fontos az előkészítés, tehát hogy pontosan értsem azt, hogy mi zajlik a csapatban, azon az adott héten pontosan hol a fókusz, pontosan ki milyen állapotban van, mert nekem abban a fél órában kell valami olyan impulzust adnom a csapatnak, ami oda fog vezetni, hogy ők mondjuk flow állapotban tudnak játszani az adott meccsen. És a játékosok, ugye, akik részben szocializálódnak ebbe, tehát ismerik ezt a közeget, ugyanakkor azért általában a sportban azért erős egók vannak. Kivel könnyebb dolgozni, sportolóval, vagy egy átlag vállalati dolgozóval? Az átlag vállalati dolgozóval sokkal könnyebb. Tehát amikor mondjuk, ugye egy átlag vállalati csapatban van 8-10-12 ember, mondjuk egy foci keretben van 25, tehát amikor 25, mondjuk 20 és 25 közötti nagy egójú, lázadó fiatal ül velem szemben, annak azért van egy olyan súlya. Tehát nem egyszerű. Ez a Józsi bólogat, melyik részére? A nagy egójúra? A nagy egójúra. Hú, ez nagyon komoly. Ez csak ugye a kapusok, az meg egy külön tészta. Az egy másik, ők általában nem nagy egójúk, nagy munkabírások, meg szeretnek. Kapusokkal nincs baj egyébként. De miért? Akkor beszéljük már erről, gondoltad, a kapussal miért nincs baj? Nagyon szimpatikus, mert én is kapus voltam, igaz, kézilabdában, a kisebbik fiam is kapus, tehát örülök ennek a témának. De a kapus miért? Én soha egyetlen olyan kapussal sem dolgoztam, aki ilyen ellenálló kategória lett volna. Tehát aki ugye mondják azt, hogy a kapusok, ugye nem tudom, hogy szokták fogalmazni, bolondok. Hogy bolondok, vagy nem akartam ilyen drasztikusan, de hogy a csoportban nekem mindig konstruktívak voltak a kapusok, és egyéniben is nagyon konstruktívak voltak, és érzékenyek voltak, és a saját világukban, de hogy nem a csapatban a domináns ellenálló szerepben voltak nekem még soha. Ez azért érdekes, mert a meggyőződésem szerint a kapus egyéni sportoló egy csapatjátékban. Uh-huh. Ugyanakkor a három kapusból kettő szomorú, mert ők nem játszanak. És ez viszont egy nehéz helyzet. És ennek ellenére könnyű a kapusokkal ezek szerint? Meg kell érteni a kapusok lelki világát. Ott állsz 95 percen keresztül a pályán, és nem rajtad múlik, hogy mi fog történni. Tehát a mezőny játékosként futok, szerelek, becsúszok, tehát bármit tudok csinálni. És azért dolgozol egész héten, mint a barom, 500-szor elvetődsz, összetörött kezed, lábad, 5 méterről lőnek tiszta erőből kapura, hogy utána jön két lövés, meg három hazadás. Tehát az egy kialakul benned egy olyan alázat az egész sport iránt, meg a poszt iránt, hogy nem lehet nagy egód. Mert ha nagy egód van, akkor nem dolgozol már annyit, akkor hülyeségeket csinálsz, fölöslegesen akarsz játékba avatkozni. Tehát ez egy... Ugyanakkor azt várják a kapustól, hogy egyéniség legyen. Ott legyen hátul kisugárzása, legyen nyugodt a védelem, és izguljon a csatársőr, hogy ott áll egy olyan pali, aki jelen van. Ugye? Egyébként igen, ez a másik oldal, ez az elvárás. De ezért dolgozik úgy, hogy egyféle mozdulatsort 500-szor elgyakorol például. Hogy ez meglegyen, ez az önbizalom. Nyugodtan gyertek, mert én tudom. Ezt te is így látod? Ezen egyet tudok érteni, bár ugye annyival kiegészíteném, hogy nem biztos, hogy ez csak a kapus posztra igaz, tehát nagyon sok olyan csatárral beszélek, aki azt mondja, hogy 20 percig labdát se kap. Ugye, mert ott van elől, nem jut el hozzá a labda. Tehát azért azt is bírni kell fejben is, hogy
hogy van egy momentumom, 5 másodperc, és akkor kell megoldani. Ha akkor nem tudom, akkor még 20 percet várok újra a semmire. Hát igen, csak ha ugye a csatának annyival könnyebb, hogyha az 5 helyzetből egyet berúg, akkor nyertünk 1-0, akkor ő az Isten. Ha a kapus 5-ből egyet bekap, akkor igen. Meg ő, hát a kapuson múlt. Max a 11-est hárít, ugye akkor mehetsz a mennybe talán. Most van itt, mondja, bocsánat. Tehát 11-est hárít, az igen. Ha nem, akkor megkérdezi az edző, azt nem lehetett volna mégiscsak valahogy kivédeni? De fejjel. Igen, ki kellett volna fejjelni. Érsz egy nagyon érdekes dologról, hogy miközben a fejlesztőnek, a mentál trénernek, vagy te hogy szereted hívni magad? Hát én még ezt nem találtam ki. Van, sportkósnak szokták hívni, mentál trénernek szokták hívni. Ez már a könyvben is többféle van, és itt használt például a fejlesztő szót. Fejlesztőt is abszolút lehet. Hogy de a fejlesztőnek kívül kell maradnia érzelmileg, miközben pontosan tudnia kell minden apró rezdülést a csapaton belül. Tehát nagyon-nagyon benne kell lennie, ugyanakkor mégis kívülállónak kell lennie. Ez hogy van? És hogy lehet megoldani? Ez egy technika, amit úgy hívnak a pszichológiában, hogy közelítés-távolítás technikája. Tehát, hogy közel kell engednem magamhoz, ami történik, és át kell éreznem, ugye empatikus módon, tehát nekem érezni kell azt, amit ők éreznek. Utána meg tudatosan el kell tőle távolodnom, hogy rá tudjak nézni, és tudjak hozni egy döntést, meg tudjak segíteni. Tehát ez egy folyamatos belső munka, hogy közel engedem, aztán pedig eltávolítom. De hogy igyekszel, de miközben közel engeded, azon igyekszel, hogy ne alakuljon ki személyes szimpátia? Tehát beleláss az emberkébe, de ne szeresd meg, vagy ez hogy? Szerintem ez vagy kialakul, vagy nem. Tehát ugyanúgy az én munkámban is van, aki szimpatikusabb, van, akivel könnyebben tudok dolgozni, van, ahol megvan a kémia, van, ahol meg nincs meg a kémia. Világos, de ugye azt mondod, gyakorlatilag, ha jól fordítom le, aztán lehet, hogy rosszul, mondjam azt, hogy nem szeretheted meg, nem kedvelheted meg őt, mert akkor elfogult leszel vele szemben, és akkor viszont ez a nem tudod eltávolítani magadtól, nem? Hát azt mondanám, hogy egy függő viszony nem alakulhat ki semmilyen szempontból. Tehát, hogyha mondjuk jó barátok leszünk, akkor én nem fogok tudni neki segíteni. Ugye úgy mondják, ez egy kontraindikát lesz. Tehát, hogy nem lehetek egyszerre több szerepben egy sportolóval. Ha én egy fejlesztő szerepben vagyok, akkor abban is kell maradni. Van egy csomó olyan szerep, ami ugyanannyira erős, de kizárja a fejlesztő szerepet. Tehát ezért van az, hogy rokont, ismerős, barátot nem lehet. Valamilyen szinten, lehet, hogy rosszul gondolom, de valamilyen szinten talán egy edzőnek is gyakorolnia kell ezt, nem? Ezt a közelítés-távolítás technikáját. Tehát közel kell hozzájuk kerülni, ismerni kell. Ugye ráadásul te dolgozol 3, legfeljebb 4 emberrel egy csapatnál. Tehát egy mikroközösség van a csapaton belül. Ráadásul a kapusok azok mindig egy külön poszt, egy külön kaszt, a kapusok, meg a többiek. És akkor tehát ez egy ilyen létező történet, mintha ufók lennének szegények. Nem. De hogy a kapus edző a kapusaival mennyire... Hát a kapus edző kapusaival nagyjából úgy bánik, mintha a barátai lennének. Tehát mondjuk a magánéletükben nem nagyon mászok bele, ha elmondják, ha nem. De egy ilyen nagyon... Tehát a legelején, amikor egy klubhoz kerülök, akkor én letisztázom velük, hogy én azért vagyok itt, hogy őket segítsem. Én elmondom, hogy mi az, amit máshogy kéne csinálni, hogy kéne csinálni, arra gyakorlatokat is csinálunk, meg is mutatom, hogy ettől sokkal jobbak lesztek, fogjátok érezni, hogy jobbak lesztek. De 3-4, mind a 3-4-5 kapust, akivel dolgozom, azt én teljesen egyformán kezelem. Tehát, hogy melyikük véd például, ha megkérdezi a vezetőedző, akkor szakmailag elmondom, érzelmileg én teljesen kívül maradok a történeten. Tehát, amit a Miki is mondott, én picit úgy érzem, hogy olyan, hát nem jó szó a barát, mert a barát az érzelmileg közelebb van, hanem hát inkább nevelő szülő, vagy nem is tudom. Mondom a véleményem. De szülő, aki szeret, de ugyanakkor igen, de viszont fegyelmez, igen. Segíti, megmutatja az utat, támogatja, segíti, de nem engedi túl közel őket. Ennek ellenére, úgyhogy hülyeskedés is van az edzésem, meg beszólogatás egymásnak az én oldalamról. De mégiscsak van egy határ. De most ahhoz képest egyébként, hogy ennyire bizalmi viszony van a kapus edző meg a kapusok között, én nagyon sok edző nem kérdezi meg a kapus edzőt, hogy kivédjen. Még a saját tapasztalatodban, praxisodban, tudom én, 10 edzőből hány kérdezte meg, hogy szerinted kivédjen. Aztán majd ő eldönti persze, de van aki... Hát nem túl sokan.
De olyan van, hogy én, tehát ha nem értek egyet a döntésé, akkor én elmondom. Tehát volt a válogatottnál, hogy a finnek ellen játszottunk, és a Dárdai Pali volt az edző, és nem a Király Gabit akarta védetni, hanem a Dibuszt, és előtte mindig a Király Gabi védett. És akkor mindig megkérdezte, hogy mi lenne az összeállításnál, le is kellett írni minden edzőnek, hogy ő milyen csapatot állítana össze, és utána összeszedte a papírt, és majd ő döntött. És azon a kinti mérkőzés előtt azt mondta, hogy akkor ő most a Dibusz fogja védetni. És akkor én szóltam neki, hogy hát szerintem most nem, mert Gabi most régen volt ilyen jó formában, szerintem nem volna szabad cserélni. És akkor másnap a taktikai értekezlet, hogy azzal kezdődik, hogy már mondja az összeállítást, ez a meccs előtt délelőtt volt. És akkor azt mondta, hogy na, akkor Király Gabi fog védeni, köszönje az Andrusnak. És tehát ilyen is van, de alapvetően az edzők jelentős része ehhez is ért, azt hiszi. Csak hogy mi mindenen kell még dolgozni a futballban? Mondjad, belátom, hogy... Nem, csak hogy ugye ez a... Én is azzal értek egyet, hogy ez egy szülő-gyerek viszony. Tehát az edző meg a játékosok között egy alapvetően ez szülő-gyerek jellegű kapcsolat van. És ezért is van egyébként szükség a mentális felkészítőre, mert hogy lehet, hogy edzőnek nagyon jó érzéke van ahhoz, hogy jól tudja kezelni mondjuk érzelmileg a játékost, de mégiscsak egy függő viszonyban vannak egymással. Velem meg ugye semmilyen jellegű függő viszony nincs. Ugye, hogy a kapucsedzővel is van egy függő viszony, ugye, mert hogy te mondhatod, de nem te döntöd el. Tehát, hogy nálam meg nincs ilyen. Tehát, hogy nincs aláfölé rendeltségi viszony, tehát egy egész más szintű kapcsolat tud kialakulni köztünk. Most ebben a beszélgetésben egy kicsit leképeztük a könyvet, hiszen minden fejezethez, amelyik ugye egy-egy témakört jár körül a te munkáddal kapcsolatosan, mindenkihez tartozik egy interjú. Még picit, hogyha felsorolná pár nevet, Andrus József is, ugye többek között azért van itt, mert ő is szerepel ebben a könyvben, hogy kik vannak, és miért érezted fontosnak, hogy ezek ott legyenek, ezek a kis interjú? Az első percben még egyáltalán nem voltam abban biztos, hogy kellenek bele interjúk, tehát előbb volt meg a könyvnek az általam írott része, és akkor utána gondoltam egyet, hogy talán, és ugye pont a Józsi Bá volt az első, akit megkérdezte. Józsi Bá? Hát én úgy írtam, hogy Józsi Bá, igen. Az egyszerű, akkor Józsi Bá. Igen. És ugye igen pontot, és én nagyon örültem, és ugye azért is esett rád a választás, ugye, mert az 50 év, most már talán több is, ugye aktív futball, tehát azért az nem semmi, nem is tudom, hogy van-e bárki az országban, aki 52 éve van a szakmában, ugye abszolút gyakorló szinten. És akkor utána egyik ember jött a másik után. Nekem egy alapvetően fontos szempontom az volt, hogy így a sportszakmának lehetőleg minél szélesebb funkciós területei közül válasszak. Tehát ugye a Fernando, az, akiről már beszéltünk, ugye ő mint edzővel beszéltem, ugye sportpszichológusként beszéltem a Sue Jacksonnal, aki világhírű flow-kutató, ugye a Csíkszentmihályi Mihállyal van közös könyve is, a Flow in Sport, és nagyon kalandos úton, de ugye sikerült ővele is beszélni. Beszéltem ugye sporttudóssal, beszéltem sportigazgatóval, ugye a Iván Kepciával, ugye a Hajduk Splitnek volt meg a sportigazgatója, meg a Dinamo Zágrebnek volt az akadémiai igazgatója, és hogy meg ugye a Sallai Rolanddal is beszéltem, mint játékossal, és hogy szerintem nagyon, nagyon jó ilyen vertikumból adnak tényleg hasznos információt arról, hogy ők hogyan élik meg azt, hogy mitől lesz egy csapat mentálisan jó állapotban. És a számodra is valamilyen szempontból visszaigazolása volt annak, amit leírtál? Tehát gyakorlatilag a tudományos tapasztalatai tudásod mellé egy ilyen történetmesélős interjú születtek? Igen, én azt gondolom, hogy ugye próbáltam ugye nem a gombhoz varni a kabátot, tehát hogy nem tudom, mi lett volna, hogyha más jön ki ezekből az interjúból, mint amit én egyébként előrevetítettem a könyvben, de én szerencsére úgy érzem, hogy abszolút alátámasztják azt, amiket írtam, meg ugye az én tapasztalataimat is hozzák, tehát tulajdonképpen minden oda vezet, hogy a csapategység is azért a címe, tehát hogy ez a csapat flow élmény, ha ki tud alakulni a pályán, akkor tényleg csapatként egy olyan teljesítmény tud kijönni belőlük, ami egyénenként
nem tudna. Tehát egy olyan hozzáadott érték tud kijönni, hogyha minden egy irányba mutat, hogy szerintem ezért érdemes dolgozni. Most persze nyilvánvalóan felvetődik a kérdés, még ha olyan nagyon sztereotíp is, hogy oké, valaki csinálja a dolgát, sokat tanul, vannak sikerei, újraindulás, újrakezdés, jött 3 új ember a csapatba, megváltozik a csapatdinamika, reagálni kell rá, stb. De miért érezted fontosnak, hogy ebből legyen egy könyv is? Hát 2 okból, az egyik a Covid, rengeteg időm volt. Ja. még egyszerűbb a válasz, mint hittem volna, igen. Hát az egyik, hogy ott ültem, és nem volt mit csináljak. A másik meg, hogy ugye én kívülről jöttem ebbe a közegbe, és ezért volt egy olyan érzésem, hogy akkor talán, amikor elkezdtem mérni, egy ilyen 3-3,5 éve voltam benne, és azon voltam, hogy láttam ebből már eleget, hogy le is írjam. És kicsit tényleg ilyen kívülről jött emberként úgy próbáltam ezt megírni, hogy most már lehet nem tudnám, mert most már azért eléggé beszippantott a közeg. Tehát, de akkor még megvolt ez a kívülről ránézés, ugye közelítés, távolítás, most már egy kicsit csak a közelítés oldalon vagyok szerintem. De. Ugye mondtad, hogy például az Újpestnél nincs ilyen. Igazából azt lehet mondani, hogy ott felejted ezt a könyvet valahol a tulajdonos környékén, vagy a sportigazgató környékén, hogy hát tulajdonképpen... Sportigazgató sincs. A vezetőedző az németül, angolul, franciául beszél, magyarul nem, de... Jó, na mindegy, szóval... Majd előbb-utóbb. Akkor valahol ott felejted ezt a könyvet? Tehát kicsit erről is szól, hogy picit próbáljuk meghirdetni azt, hogy gyerekek, akár így is lehetne? Hát mondjuk nem ártana. Tehát tényleg nagyon sokat hozzá tud tenni, aki ezt a csapat egységet, ezt a csapat flow-t létre tudja hozni. És ebben a vezetőedzők tisztelet annak a nagyon kevés kivételnek, nem nagyon van érzékük hozzá. Tehát ők ülnek a kis székükön, fogják erősen, nehogy lehessenek róla. Nincsenek olyan szintű napi kapcsolatban a csapattal, mert ugye az öltözőt azt... Tehát, hogy ő vezetőedző maradhasson, és a tekintet megmaradjon, ő nem ereszkedhet le a csapat szintjére. Ezért viszonylag kevés impulzus éri, ami a csapat részéről érkezik. Közvetítőkön keresztül kap információkat, a pályaedző, kapusedző, gyúró, haj, de azok már eleve már torzított információk, azt már senki nem úgy viszi vissza, hogy nyersen. Tehát minden vezetőedzőnek nagyon kéne egy olyan, aki ért is hozzá. Tehát... Most az jutott eszembe, hogy a Verebes József, a mágus pont ebben volt jó? Mert sokan megkérdejelezték az ő nagy futballtudását, viszont hogy aki, mit tudom én, Híres Gáborral elhitett, hogy Európa legjobb közép hátvédje, és el is hitte, az ő ebben, ő ebben volt jó. Ő jobb pszichológus volt, mint edző, nem mondjuk így ki, de sokkal erősebben hatott a játékosokra, mint itt de magyar szinten többszörös bajnok, igen, a Győrrel is, az MTK-val is, tehát ő ebben de a nem az edzés nem az edzés munkájuknak volt köszönhető, hanem ennek a pszichológiai az mindegy. Érzekének. Az nekem mindegy. Uh-huh. Hajrá, fiúk! Nyer, bajnokok vagyunk. Igen. Ugye? Te erről mit gondolsz egyébként? Hogy az edzők ennyire rosszul állnak ezzel a képességgel. Tehát legalább, ugye, mert legalább annyira értsen hozzá, hogy egy, kérdéseket tudjon föltenni, kettő, értse, hogy miért van szüksége a csapatának rá. Én nagyon azt érzem, hogy az edző függő. Van olyan edző, aki nagyon ért hozzá, nem mondanék neveket, de dolgoztam én is olyan edzővel, akiről azt gondolom, hogy ehhez a részéhez a futballnak kifejezetten jól ért. Az általános tapasztalatom az meg inkább az, hogy akkor válnak igazán nyitottá az edzők is arra, hogy mondjuk segítsek, amikor baj van. Tehát minél nagyobb a baj a csapat körül, annál inkább nő meg a természetes befogadó készségük arra, hogy dolgozhassak velük. A boldog békeidőkben általában inkább az van, hogy én köszönöm szépen, én ezt tudom, és ezt megoldom, és majd szólunk. Most az interjúkból, már a tényből, hogy egyáltalán interjúk van benne, gyanítható, hogy ez azért nem egy szigorú szakmai könyv, de ez mennyire szakmai, és mennyire egy olvasmányos, mennyire szól szakembereknek, és mennyire szól akár még a szurkolóknak is? Én azt gondolom, ez egy ilyen metszett könyv. Tehát én ebből semmiképpen sem akartam egy sportpszichológiai könyvet csinálni, mert abból van elég, mondjuk magyar szerzőktől kevés van, de hogy nemzetközi magyarul kapható könyvből rengeteg sok van. Tehát amit én szerettem volna, az tényleg egy kicsit az, hogy a saját szűrőmön keresztül, a saját tapasztalatomon keresztül erről a témáról írjak egy viszonylag széles közönségnek.
Tehát gyakorlatilag, ha azt kérdezem, hogy kinek ajánlod a könyvet, akkor most ez nem marketingfogás, hogy mindenkinek, hát, mert mégis az mindenkinek a pénze egyforma, de nem azért, hanem azért, hogy mindenki megtalálja benne, a szakember is megtalálja, az edző is megtalálja, a játékos is, a szurkoló is, hogy jobban értse, hogy mi történik a futballpályán. Akinek a sporthoz, meg a teljesítmény világához, és kifejezetten a csapatsporthoz és a csapat teljesítmény világához bármilyen köze van, nekik szívből tudom ajánlani. Hát akkor az utolsó kérdés, most, hogy hozzátettél egy határozott téglát a magyar futball épületéhez, hogy mind a kettőtök, van remény, hogy jobb lesz a magyar futball? Még a mostaninál is? Erre lehet jól válaszolni erre a kérdésre? Nem, ez komoly kérdés egyébként, bár ironikusan tettem föl, de hogy szóval érdemes ezen komolyan dolgozni, és komoly szakembereket bevonni, és a többi, vagy a Dunába hordjuk a vizet. Egymás között vagyunk, nem hallja senki. Lent kell kezdeni a kiválasztással. És utána pedig úgy kell képezni őket, a játékosokat, hogy mi a kapusokat. Mindennek kell tanítani. De már az is mentalitás kérdése, hogy az hogy választok ki, és milyen mentalitású embereket választok. Nem ügyes kéket kell kiválasztani, hanem futballra alkalmas, fizikálisan alkalmas, a mai modern futballra alkalmas emberkéket, és azokat kell legmagasabb szinten megtanítani futballozni. Labdát kezelni, passzolni, lőni, cselezni, fejelni, szerelni szabályosan. Ezek mind tanítható dolgok, ha valaki nem hold béna. És a mentalitás? Hát az alapkérdés, tehát akinek az nincsen meg, az a közelben, az élsport közelében nem kerülhet. Azért kérdezem, mert a már emlegetett Dárdai Pál mesélte, hogy a Hertha BSC-nek az irodájában, vagy a székházában van egy olyan iroda, ahol mindig ott írják alá azokkal a fiatal játékosokkal a szerződést, akik bekerülnek az akadémiára. És ott az egyik fő falon jól látható helyen van egy felirat, hogy azért vagy itt, mert tehetséges vagy, a többi rajta gúlik. Tehát a mentalitáson. Osztod ezt? Hogy a mentalitás, vagy akkor visszakérdezek. A mentalitás szerinted mennyiben, hány százalékban, mekkora részben fontos ahhoz, hogy ha megvannak a képességek, a fizikai képességek? Hát ha megvannak a fizikai képességek, akkor ez számít, én ezt gondolom. Egy picit vitatkoznék azon, amit a Józsi mondott, hogy azzal a részével legalábbis, hogy a játékosok, én azt gondolom, hogyha a magyar futballra gondolok, akkor én biztos, hogy az edzőknél kezdeném. Tehát az edzőkiválasztás és az edzőképzés. Mind az 5000-nél, aki nemes medvestől, nem tudom meddig, dolgozik 7 évestől 37 éves korú játékos. Nagyon sok kiváló edző van, és kiváló edzőket ismerek, de hogyha saját szubjektív szűrőmön keresztül mondjuk egy átlagot húzok, akkor azt mondom, hogy nagyon messze vagyunk az ideálistól. Hát akkor tessék elolvasni a könyvet. Köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm. Remélem, hogy akik hallgatnak minket, akár itt a helyszínen, a Magvető Caféban, akár odahaza online, mindenki megtalálja magának, hogy mit tud belőle tanulni, illetőleg szerintem abban is tudunk segíteni a futballnak, hogy egy picit jobban értjük, hogy mi történik a pályán, körülöttünk, a csapatban. Úgyhogy hajrá! Köszönjük szépen a figyelmet! Igény szerint tollunk, könyvünk van, hogyha valaki szeretné, hogy Miklós beleírjon néhány magvas gondolatot, vagy csak egy aláírást, akkor erre azt hiszem, hogy van lehetőség, ugye? És szerintem Józsi is, hiszen ő is szerzőtárs, hiszen az egyik interjú ugye vele készült. Jó? Köszönjük szépen!